Érdekes mérkőzés következik. Az U19-es bajnokságból tehát, hisz a kékmezes hazai leányfalu mindössze 8 emberrel, 8 mezőnyjátékossal állt ki. Visegrád ellen, hát már, már a mérkőzés előtt meglehetősen nehéz dolga lesz tehát a hazaiaknak, hiszen Visegrád 10, míg leányfalu 8 emberrel tehát a mezőnyben. 2-3! Visegrád! 2-3! Leányfalu! Visegrád az első, előző fordulóban 10-2-es vereséget szenvedett Budakalásztól hazai pályán, Leányfalu pedig még nem játszott mérkőzést ebben a szezonban. Itt az első lehetőség Visegrád előtt az első percben megvan a vezetés a vendégeknek, Krejsz Bendegúz révén. Bendegúz egyébként a visegrádi felnőtt csapatban is játszik, vagyis hát játszott, ezt majd nem sokára láthatják. Gyorsan megvan tehát Visegrádnak a vezetés, hát de kettő emberrel többen vannak. Vállalták így is a játékot a hazaiak. Ez nagyon sportszerű volt. Krejsz ismét a labdával, óriási mentés Nagy Lajostól. A gól vonalról sikerült kikanalazni a labdát Leányfalu kettesének. Óriási lélek jelenlét volt. Természetesen visegrádi helyzet. Talán a kapufáról jött le a labda. Minden esetre még nincs gól. Eddig 0-2. Lőrinc László a 9. percben talált a hálóba. Hát nem győzöm hangsúlyozni, Leányfalu játékosai kettővel kevesebben vannak, mint Visegrád. Ott viszont megvan a szépítés Lénár Tamástól a 12. percben. Váratlanul szépít Leányfalu. Hát az egyenlítés még azért messze van. Egy újabb visegrádi próbálkozás Trapati Bencétől. Füle Roland azonban megfogta. Na nézzünk egy Leányfalui próbálkozást. Jó indítás. Megvan a lövés, Sandl. Megfogta Tudás Györgyi Péter próbálkozását. Bal sarokba próbálta meg belőni Péter. Leért Sandl. Krejsz. Jó megjátszás. Nagy védés Fülétől. Lőrinc László volt az, aki ott ólálkodott a 16-oson belül, de nem múlt még el a veszély. Nagy Márk! Éppen elkerülte a bal felső sarkot lövése. Maradnak lendületben a visegrádi labdarúgók. Ez Fülének csemege volt. Trapati a bedobással, Krejsz Bendegúz keverget. Nagy Márktól a lövés, óriási gól, mondhatni nagy gól. 31. perc, 1-3. Egy távoli Leányfalu is, zabadrúgás. Sandl könnyedén védett. Krejsz cselezget. Lőrinc! Gól! 1-4, 35. perc. Hát Visegrád azért fél gőzzel, vagy háromnegyed gőzzel is könnyedén veri ezt a Leányfalut, de hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy kettővel kevesebben vannak a hazaiak. Miközben Füle védett ismét egy lövést. Lőrinc kint a bal oldalon teljesen tisztán. Baltringer Norbert próbálta meg bal külsővel vagy csőrrel átemelni Füle fölött. Nem sikerült neki. Nagy Márk. Hát ez most nem jött össze, amúgy mint az első fél időben. Nézzünk egy másik visegrádi szabadrúgást ezúttal a másik oldalról. Óriási a kavarodás, nem sikerül az üres kapuba juttatni a labdát. Hát pedig ennél nagyobb helyzet talán nem is kellett volna. Paulus! Ajjaj. Krejsz Bendegúzzal a pacsi. Jó passz volt. Baldringer ki a bal szélre Krejsznek. Megtartja a labdát Krejsz. Megvan a második gólja a mérkőzésen. Méghozzá a 75. percben. 1-5.
Strapati szerzett labdát, majd Krejc adja vissza Strapatinak. 1-6. 77. perc. Kivégzi gyakorlatilag Visegrád Leányfalut, tehát ez nem csoda. Gyakorlatilag az lett volna a csoda, hogyha 5 gól alatt megállnak a vendégek. Krejc Bendegúz szabad rúgás mögött. Nem volt ez rossz lövés. Rácz Koppánytól éppen elsuhant a bal kapufa mellett a labda. Szépen egyből oldotta meg Rácz. Ez már a mérkőzés hajrája, akkor próbálkozhat Leányfalu. Hollóközi István, tól a lövés, éj, mekkorákat véde Csandl. Laszovszky László 90. percben a mérkőzés gólja, de talán a szezon egyik legszebb találata, amit itt a Danubia TV-n láthatnak a kedves nézők. Óriási tekerés volt, de a bal felsőbe, ezzel pedig ki is alakult a végeredmény. Leányfalu, Visegrád 2-6, de a mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Leányfalu 2 emberrel kevesebbel játszott.